Sziasztok! Én Barna vagyok, és ez itt egy Overwatch hős bemutató videó, amiben szemügyre veszük az új hőst, Doomfistet. Gondolom Doomfistet nem kell nagyon bemutassam az Overwatch játékosoknak, hiszen az utóbbi idők egyik legfontosabb szereplője, mindenki az ő megjelenésére várt. Ez végre eljött, szóval lássuk is Doomfist történetét és jellemzőit. Akande Ogundimu, ismertebb nevén Doomfist, egy tekintélyes nigériai családba született, akik protézis technológiákkal foglalkoztak. Akande egy nagyon intelligens és karizmatikus személyiség, aki segített a családi bizniszt kibővíteni a jövő felé, miközben szabadidejében a harcművészeti sportokat csinálta versenyszerűen, itt több díjat is nyert. Legfőképp a hagyományos afrikai harcművészeteket tanulta ki, mint például a Dambét és a Gidigbót, emellett a Skandert és az egyéb harci rendszereket. Az Omnikok elleni háborúban elvesztette jobb karját, ami hatására úgy tűnt, búcsút mondhat a harcművészeti karrierjének. Szerencsére a cége olyan protézist készített neki, amivel a sérülései meggyógyultak és sokkal erősebbé vált. A versenyekhez túl erős volt, viszont harcolni szeretett volna, de nem volt, ami kitöltse ezt az űrt. Egészen addig, amíg nem kapott egy új lehetőséget Akinjide Adeyemi-től, azaz a második Doomfist-től. Akinjide ajánlatot tett Akandénak, hogy zsoldosaként harcolhat mellette, ezt persze el is fogadta. Akinjide bevezette Doomfistet a Talon szervezetbe, akiknek eszméje egyezik Akandéval, azaz az emberek képesek felülkerekedni a gépek felett, de ezt csak konfliktusok árán. A Talon nagy potenciált látott Akandéban az intelligenciája és képességei miatt. Míg Adeyemi leszámolt a numbani támadásokkal, addig Akandénak lett egy látomása, ami arra ösztönözte, hogy megölje mesterét. Innentől ő lett az új Doomfist, a sorban a harmadik. Doomfist a Talonon belül magasra emelkedett és segített egy olyan konfliktusban, amivel reménykedett a szervezet, hogy a világot elnyeli. Ekkor viszont egy Overwatch csapat, pontosabban Tracer, Winston és Genji megállította és bebörtönözte őt évekre. 2017. július 4-én az Overwatch Facebook oldalra kitettek egy cikket, amiben arról volt szó, hogy Doomfist megszökött abból a börtönből, amit a világ legveszélyesebb bűnözőinek tartottak fent. Ezek után Numbanira ment, ahol leverte a Helix biztonsági szolgálat embereit, ez több tucat halálos áldozatot követelt. Később az Adov nemzetközi reptér termináriában legyőzte az UR-15-ös védelmi robotokat, ennek nyomait láthattuk korábban az Orisa eredet történet videóban. Ezek után a Helix csapata elvesztette Doomfist jelét, és emiatt számos kérdés merült fel a Helix hatékonyságáról és módszereiről. Eleinte egyébként csak egy árnyalakot láttak, azt hitték Reaper az, és hogy ez egy újabb Talon támadás. De hogy mi is az a Talon? A Talon egy terrorista szervezet, melynek Doomfist a vezetője, de míg börtönben volt, Reaper vette át a helyét. Az Overwatch számos hadműveletet hajtott végre a Talon ellen, a küldetések élén a francia származású Gérard Lacroix-t, akinek feleségét, Amélie Lacroix-t, ismertebb nevén Widowmaker-t elrabolta a Talon. Amélien agymosást végeztek és egy alvó ügynököt csináltak belőle, aki, miután Gérard és csapata megmentette őt, 2 hét múlva megölte férjét. Ezek után az Overwatch olyan hadműveleteket indított, amiben a Talon által fogságba ejtett tudósokat megmentették, de mindkét oldal áldozatokat követelt a tűzharcokban. A Talon tagjai jelenleg Widowmaker, Reaper, Doomfist és Sombra. A Recall című animációs kisfilmben Reaper és a Talon emberei támadtak Winstonra, valamint azután pár órával Widowmaker megölte a szónok Mondattát. Később Reaper és Widowmaker el akarták lopni Doomfist kesztyűjét, de Winston és Tracer megállította őket. Visszakanyarodva Doomfisthez, az Overwatch csapata 2017. július 6-án rakta ki a Facebook oldalára Doomfist eredet történet videóját, amiben azt láthatjuk, hogy szökött meg a börtönből, és hogyan harcolt a börtön előtt Winstonnal, Tracerrel és Genjivel. Doomfist egy támadó karakter, fő feladata, hogy felderítse a terepet, zavarja az ellenséget és foglalja a pontot, vagy tolja a payloadot. Nagy erejű sebzésével és képességeivel kiváló a harcokban. Doomfist 250 HP-val rendelkezik, ezt további 150 pajzsal meg lehet növelni. A hangját Zarna Guya adta, habár sokan panaszkodtak, hogy végül nem Terry Crews lett.
The best defense. Doomfist minden képességgel eltalált ellenség után plusz 30 védelmet kap, összesen 150 lehet belőle, valamint másodpercenként ebből lemegy 3. Az ultimate képességgel eltalált ellenségek után a képesség teljesen, azaz 150-ig feltöltődik. Hand Cannon. Doomfist bal kéz fején egy 4 csőből álló shotgun található, ami 6 plazma lövedéket lő ki, egy lövéssel, összesen pedig 4 lövést lehet leadni. A legtöbb fegyverhez képest ezt a fegyvert nem kell manuálisan újra tölteni, mivel lövésenként 0,7 másodperces késleltetés után újra töltődik magától. Plazma nyalábonként 11 sebzést lehet adni, azaz összesen 264 sebzést, ha ügyesek vagyunk. Rocket Punch. Doomfist jobb kezén lévő kesztyűjével rövid feltöltés után előre tör és hátra löki, valamint sebzi az ellenfeleket. Csapásonként 50-100 sebzést képes bevinni, viszont abban az esetben, ha az ellenfél a falnak ütközik, további plusz 50-150 sebzést szenved el. A képesség 4 másodperc után újra töltődik. Rising Uppercut. Doomfist egy felütéssel felrepíti és sebzi az ellenséget, ezután egy minimális zuhanási sebességcsökkenés történik, de csak egy pillanatra. Összesen 2 ellenséget tud feldobni a levegőbe egyszerre, valamint 50 sebzést képes okozni. A képesség 7 másodperc után újra töltődik. Seismic Slam. Doomfist egy körülbelül 8 méteres előreugrás követően a földre csap, ezzel az ellenséget sebzi és maga felé rántja egy kicsit. A képesség kombinálható, a shift lenyomása után a levegőben egy terület kijelölődik, ez a csapás helyét mutatja. A terület akkor is kijelölődik, ha egy magasabb helyről ugrunk az ellenségekre. A képesség körülbelül 50-et sebez, és 7 másodperc után újra töltődik. Meteor Strike. Doomfist ultimate képessége során a levegőbe ugrik, és egy rövid töltési idő után egy körülbelül 7 méter sugarú körzetben a kijelölt pont közepén 300-at, míg a kijelölt ponton kívül 75-öt sebez az ellenfelekbe, valamint meg is dobja, hátra löki egy kicsit őket. A képességgel lehet mozogni. Doomfist jelenleg ebben a pillanatban egyedül csak az aranyfegyverre rendelkezik, aminek hát valójában nem túl sok értelme van, hisz Doomfist kesztyűje eleve aranyszínű. Nos, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha nem szeretnétek lemaradni a következő videókról, akkor iratkozzatok fel és nyomjátok meg a kis harangot. Továbbá kövessetek be Facebookon, hogy szavazni tudjatok a játékokról és epizódokról. Én Barna voltam, sziasztok!